Nyolcadik alkalommal rendezte meg a kétnapos helyi termékek vásárát Csíkszeredában március 18-án és 19-én Hargita megye tanácsa és alintézménye, a Hargita megyei agrárkamara, valamint Csíkszereda megyei jogú város polgármesteri hivatala. A péntek délelőtti megnyitót a Csíkkarszfalvi fúvósok műsora tette ünnepélyesebbé. Füleki Zoltán, a város alpolgármestere beszédében hangsúlyozta a helyben megtermelt termékek jelentőségét. Elmondása szerint a termelő megnevezésben megvan az a hozzáadott érték, amely többet jelent, mint a nagy áruházakban már január óta forgalmazott húsvéti árucikkek, melyek nagy része külföldről származik. Borbój Csaba, Hargita megye tanácsának elnöke kiemelte, Csíkszereda a városi jellegét éppen a vásárainak köszönheti, hiszen köztudottan Zsögöt, Tapluca és Somjó lakosai itt gyűltek össze és rendeztek heti vásárokat. Erősítenünk kell a helyi piacot, a megyének a város és a többi település együttműködésével még erősebb piacot építhetünk ki, mondta a megyeelnök, megjegyezve, a vásár az alulról építkezés jó példája, és Csíkszereda a megye legjelentősebb piaca a termelők számára, perspektívát biztosítva a fiatalok számára, mondta Borbój Csaba. Június 5-e után is folytatjuk, hisz, sőt, talán még ki tudjuk teljesíteni a különböző tevékenységeket, hisz én abban hiszem, hogy nincs megyeszékhely nélkül megye, és megye sem lehet megyeszékhely nélkül, és a közös együttgondolkodásban ott kell legyen az, hogy Csíkszereda hát egyik legnagyobb piac lehetősége a Hargita megyei székelyföldi termelők, termékek tekintetében. Úgyhogy ezt csak bővíteni fogjuk, együtt fogunk dolgozni, ezt mondtam a termelőknek a feltett kérdésükre is. Továbbra is együtt fogunk dolgozni, továbbra is egymást fogjuk bíztatni, továbbra is odafigyelünk arra, hogy a gyerekek a kiskertész program keretében és a tankönyv és egy sor-sor ügy mentén jöjjenek rá, vegyék rá a szüleiket, hogy egészségesen kell étkeznünk, és a legjobb hát étel, élelmiszer az, amit a saját kertünkben, vagy a szomszéd kertjében, vagy a szomszédfalu kertjében, udvarában, tanyáján kerül előállításra, és ilyen tekintetben kell az összefogást erősíteni. Abban is bízom, hogy egyre inkább, egyre többen fognak vásárolni, és abban is bízom, hogy ugye, ahogy már eddig láthattuk, ez a piac, ehhez hasonló sok piac az országban, szanaszét, ami innet indult el, Csíkszeredából, erről a térről, ma már sok száz munkahelyet tudott létesíteni, és ez sem mindegy, hogy amellett, hogy egészségesen tudunk táplálkozni, hány székely családnak, hány Hargita megyei családnak tudunk perspektívát nyújtatni. Bízom benne, hogy a fiatalok számára is ez egy lehetőség, hogy lássák, hogy a kicsi földből, a kicsi területből, abból a néhány állatból, vagy akár az otthoni kézügyességből lehet családot fenntartani itthon is, annélkül, hogy külföldön valakinek rabszolgájává kéne válni. Mindenkit arra biztatok, hogy figyeljünk oda egymásra, segítsük egymás munkáját, fogalmazott Borbój Csaba.